itt van a kezemben ez a csodálatos, piros habanero chili. A habanero az a Capsaicum kinense faj egyedeit nemesíti. Erről a fajtáról azt érdemes tudni, hogy nem olyan régen a harmadik legerősebb chili volt a világon. Ettől a habanerótól valami igazán nagy fájdalomra számíthatunk, viszont nagyon kevés chiliféle van, amiknek ilyen gazdag, gyümölcsös aromája is megvan az eleje mellett. Ezért én nagyon szeretem a habanerót. Fagyasztva fogom felhasználni ezt a chilit. Úgy néz ki, mintha friss lenne, de én egyben szoktam nagyon mennyiségeket vásárolni, beteszem egy lezárható edénybe, és bedobom a fagyasztóba. És nem kell attól tartanom, hogy a hűtőben 4-5 nap alatt megpenészedne és megromlana ez a drága és nagyon különleges chiliféle. Használjátok mindig friss chilit, sokkal, de sokkal gazdagabb az aromatartalma, mint a szárított társaiknak. Azok sokkal inkább a csípős érzetek a fokozására való, mint sem ízesítésre. A chilinek a magjait eltávolítjuk, illetve az erezetét, akkor csökkenteni tudjuk az erejét, ezzel némi illatvesztességet is okozunk majd az ételnek. Mindenki megtalálja majd azt, hogy milyen erővel szeretné ezt az ételt elfogyasztani. Fontos, hogyha ilyen Scoville skála megrengető chilivel dolgozunk, mint a habanero. Érdemes jó apróra vágnunk, hogy ne legyen esetleg egy olyan falat az ételben, ahol egy nagyobb darab chili benne maradt, és így szét tud robbanni majd a szánkban. Egyébként a Scoville skáláról érdemes azt tudni, hogy ez a kvázi a hivatalos chili erőmérő skála, amivel azt szimbolizálják, hogy egy bizonyos chiliből egy kivonatot, egy egységnyi kivonatot hányszorosára kell fölhigítani cukros vízzel, hogy már ne érezhetően csípjen. Ez a habanero esetében egy 300-500 000-szeres higítást igényel, hogy nem hozzon nekünk problémákat. Azért jó, ha nem felejtjük el, hogy melyik kezünkkel nyújtunk hozzá ez a chilihez, miután főztünk.